Köteles Andrásné 2012-ben került kapcsolatba a Magyar Vöröskereszttel, az akkori területi vezető által. Rögtön megtetszett neki a Vöröskereszt eszmeisége, és örömmel vállalt önkéntes feladatokat. Most önkéntes munkáját országos díjjal ismerték el. Eleinte csak véradásra hívó plakátokat helyezett ki a városban. Véradó behívókat hordott a véradóknak, majd jelenlétével segített a véradásokat. A Vöröskeresztnél az előző vezető keresett meg egy baráti kapcsolat által, és én akkor így kerültem ide, ami akkor még a behívók segítségeiben tevékenykedtem és a véradásokon, majd később jött a adományosztás, és ott vettem át a szerepet, mint az adományosztó. Szeretek másokon segíteni, és amennyiben mód és lehetőség van rá, vagy amikor teszem a dolgomat, vagy megpróbálok valamilyen úton, módon segíteni a rászorulóknak, hát bízok benne, hogy eddig is sikerült, ezután is megpróbálok segíteni, amennyit az erőm és egészségem engedi. Nem betegeskedek, csak ezt hozzá szoktam tenni. 2016-ban a munkája elismeréseként megkapta a Véradó Mozgalomért ezüst emlékérmet az országos vezetőségtől. A karácsonyi adománygyűjtések alkalmával is lehet rá számítani, valamint a különböző vöröskeresztes programokon, ismeretátadó alkalmakon is. Aktívan bekapcsolódott a Magyar Élelmiszerbankkal kötött megállapodás szerinti napi élelmiszermentésbe, amelyet kis önkéntes csapatával heti 3 alkalommal szétozta rászorulóknak. A ruhaadományt általában a lakosság vagy a felajánlásával kapjuk, az a Baross utcán van a raktárunk, és onnan szoktuk osztani. Hát ez egy előre megbeszélt időpontokban is hirdetve van. Szívesen segíti a területi vezetők munkáját. Ezt is elismerte az országos vezetőség a Vöröskeresztes tevékenység bronz fokozat kitüntetéssel. Köteles Andrásné számára jó érzés egy ilyen nagy múltú civil szervezethez tartozni, amely célja az emberek segítése. Megpróbálunk egyre több fiatal beszervezni, már csak azért is, mert szeretnénk a fiatalokat is bevonni ebbe a tevékenységbe, és én úgy gondolom, hogy ők is, hogyha tényleg lássák, hogy mi mennyire segítőkészek vagyunk, akkor ők is ezt a lehetőséget támogassák. Szívesen vett részt önkéntesként a járvány idején a maszkok varrásában is. Megható számára, hogy munkáját ezzel a díjjal is elismerték. Adományosztás mellett még maszkvarrásban is segítettünk, és osztottuk is adományosztás alkalmával, hogy azok, akik jönnek az adományért, használni tudják, vagy az adományosztáskor, hát megpróbáltunk minél többet, amennyit az erőnk és az időnk engedte. Tehát ez több százat jelent? Igen, igen, úgyhogy mi is közel 200-at vártunk, így ahogy az előbb is mondva lett, hogy több segítővel, és hát otthon a saját géppel, meg hát ahogy az időnk is engedte, mert még mellette van más tevékenység is, azt mindenki tudja, hogy egy önkéntes programban más lehetőségek is vannak, meg még mellette a család is.